csak győzzük ezt a dömpinget, a Stability AI, aki ugye a Stable Diffusion-t fejleszti, kiadta a saját webes grafikus képgeneráló felületét, a Stable Swarm-ot. Már jó pár hete vagy hónapja fejleszgetik, eléggé alfa változat, még verzió az, ami jelenleg használható, de azért nézzük meg, hát ez jobban fog nektek tetszeni, mint amit ugye eddig megnéztünk. Az eddigi videókban láttátok, hogy én az Automatic 11-11-t kedvelem, rengeteg kiegészítő van hozzá, nagyon jó lehet használni. Vannak betegségei, leginkább az, hogy rengeteg memóriát emészt fel. Nézzük meg, hogy a Stable Swarm-mal mi a helyzet, mennyire jó használható. Ugye már bemutattam a fókuszt is, az is egy elég jó, az egy nagyon-nagyon leegyszerűsített felület, amivel képet tudunk generálni, illetve lesz majd még biztosan egy bemutató a Confi UI-ról, ami egy nódos felület, tehát különféle kis nódokat kötögetünk össze egymással, látjuk így a teljes munkafolyamatot, ahogy legeneráljuk a képet. Hogyan kell telepíteni ezt a Stable Swarm-ot? Most én a Windows-os telepítést mutatom meg, az végtelenül egyszerű. Ugye kell a gépünkre egy Python, ezt itt tudjuk megtenni, minden link, amit megemlítek, illetve leírás, szöveg, az ugye benne lesz a videónak a leírásában. Ide elmegyünk a Pythonnak a weblapjára, és itt a Download Windows Installer 64 bitet letöltjük, majd a telepítésnél mindenféleképp figyeltek oda, hogy az Add to Pass az legyen kipipálva. Amúgy sziasztok, Pintés Zsolt vagyok, és ez az Emperor Pintér csatorna, csak ezt néha így elfelejtődik. A következő teendőnk, megnyitjuk a GitHub-os oldalát a Stable Swarm-nak, ugye természetesen ez is nyílt forráskódú, teljesen ingyenesen használható a saját gépünkön. Nyitunk egy mappát a gépünkön, én nyitottam egy Stable Swarm UI mappát, bár nem feltétlenül kellett volna, mert úgyis létrehoz azon belül egyet, mindegy, hozzatok létre egy mappát a gépeteken, lehetőleg olyat, ahol van elég hely, mert modelleket fog letölteni, amik eléggé nagyok. És a következő fájlt kell letölteni, hogyha ide feljebb scrolloztok, akkor itt láttok egy olyat, hogy install Windows bat file, erre rákattintatok, és itt van a jobb felső sarokba egy letöltés ikon, ide rákattintatok, és lementitek a saját számítógépetekre, majd miután lementettétek, elindítjátok. Fel fog ugrani egy ablak, ami elkezd letölteni pár fájlt, nem sokat, egy pár száz megabájtot, majd megkérdezi, hogy szeretnétek a Microsoftnak a .NET-jét telepíteni, erre igennek kell válaszolni, telepíti még a Windows-os Git-et, amivel ugye a repókat tudjuk kezelni, tehát ugye innen a GitHub-ról letölteni mindenfélét, ez is oké, ezt is telepítse fel. Ha ez megvolt, akkor utána kilép az egész telepítőből, és ha megnézitek azt, ahonnan elindítottátok, ott lesz egy Stable Swarm UI mappa, amit létrehoz, abba, ha belelépünk, akkor két eset lehetséges, hogyha aznap még nem használtuk, és szeretnénk leülni elé, akkor mindenféleképp, mivel nagyon-nagyon gyorsan fejleszték, tehát szinte pár naponta jön ki újabb és újabb verzió, mindenféleképp az update Windows indításával kezdjétek a napot, ez letölti szépen a frissítéseket, és csak utána indítsátok el. Ez a launch Windows bat file az, amivel elindul. Ha először indítjátok, akkor egy kicsit másképp fog kinézni, mint majd a következő indításokkor. Megjelenik egy... Nem abban a böngészőben nyitotta meg. Ez fog megjelenni. Itt le kell scrollozni, el kell fogadni. Igen, elfogadjuk ezt a szöveget. Itt megkérdezi tőlünk, hogy milyen témát választunk, legyen mondjuk a Dark Dreams, hát lila gombokkal, legyen a Gravity Blue, oké. Következő, ki fogja használni, csak mi használjuk a gépünkön. Mit használunk backendnek, tehát ugye a backendnek itt az a lényege, hát itt ugye azt választjuk ki, hogy mi legyen a háttér.
ami futtatja az egészet, tehát az a motor, ami majd kiszolgálja a Stablesform UI-nak a hátterét, ezt később lehet majd módosítani, tehát ugye tulajdonképp azt a motort választjuk ki, ami majd a Stable Diffusion-t futtatja a háttérben. Ebből két eset lehetséges, vagy hát három, hogy nem foglalkozunk vele, vagy azt mondjuk, hogy a Confi UI az, ami lokálisan használunk, ugye a Confi UI-t azt az előbb említettem, ez egy ilyen Node alapú, tehát egy csomópont alapú Stable Diffusion motor, ami ugye teljes egészében a saját gépünkön fut, és ugye ehhez természetesen egy erős VGA kártya kell, viszont például az Automatic 11-11-hez elég nagy előnye az, hogy sokkal kevesebb memóriát használ a képgeneráláshoz, illetve a Stability API, aminek az a lényege, hogy külső szolgáltatásokat tudunk használni, például a Dream Studio-t, az ugye nem a saját gépünkön fut, hanem ott regisztrálunk, és azt elérjük egy API kulcson keresztül, és így tudjuk használni a képgenerálást úgy, hogy nem kell, hogy erős gépünk legyen. Most mi maradjunk a Confi UI-nál. Következő. Itt szeretnél letölteni a modelleket. Ugye a Stable Diffusion 1.5, az a nagyon alapmodell, erre rengeteg modellt építettek már. A Civit AI-ról lehet letölteni ugye a modelleket, ezt már több videóban is mutattam. Ez egy nagyon jó oldal, ahol rengeteg modellt tudunk letölteni. A Dreamboss-os modelleket, a LoRa modelleket, ugye amik kisebbek, Hypernetwork-öket, vagy még kisebb Textual Inversion modelleket, amivel elő tudjuk segíteni a képgenerálásnak a módját, a stílusát. Itt rengeteg mindent találtak, most épp azért van, mert ugye újraindexelik az egészet, és egy kicsit leállt, de hamarosan újraindul a szerver. A 2.1, ugye az már a Stable Diffusion-nek egy újabb modellje volt, a 2.1-es sokaknak problémája volt, mert hiába, hogy nagyobb képgenerálásra lett, és nagyobb kifejlesztve, és jobb kép minősége lett betanítva, tehát ugye itt 768x768-as képek, szemben az 1.5-ös 512x512-vel, mégis nagyon sok hibát vétettek, és sokkal inkább szeretnek egyedi modelleket tuningolni, fejleszteni az 1.5-ösre, elképesztő jó modelleket lehet a Civitáról letölteni, például a Realistic Vision-t is, amit használtunk az előző videóban is. A Stable Diffusion-nek az XL modell az a legújabb, ehhez viszont nagyon-nagyon erős VGA kártya kell, minimum egy 6,5 GB-os videómemóriával rendelkező videókártya kell, hogy a gépedben legyen, különben nem fog futni. Sajnos ez a hátulütője. Legyen mondjuk az 1.5-ös, az nekünk jó lesz. Vagy ugye letöltünk majd saját egyedi modelleket. Igen, itt ugye említi azt is, amit én szoktam mondani, tehát hogy mindig a Safe Tensors kiterjesztési fájlokat töltsük le, soha nem a CKPT kiterjesztést. Régen az volt, most már a Safe Tensort kell használni, mert így megelőzzük, hogy kártékony kód fusson a gépünkön. Jó, kiválasztottuk ugye Gravity Blue, Johnson, Confi UI, SD15, jó, és mehet az installálás. Igazából ebből a nagy méret, az a Stable Diffusion-nek a 1.5-ös modellje lesz, ez a saját egyedi modell, az alapmodell. Ezzel nem lehetett valami nagyon szép képeket generálni, ez volt az, amire ugye építette mindenki a saját modelljét, ezt finomították, finomhangolták, és úgy születtek meg ezek a szuper modellek, amiket most tudunk használni a képgeneráláshoz, és le tudjuk tölteni például a Civitáról, vagy a Hugging Face-ről. Ezt megvárjuk, amíg letöltődik. Lefutott a telepítő, tehát ugye a beállításaink alapján letöltötte a Confi UI-t, azt feltette a gépünkre, majd letöltötte az 1.5-ös alapmodellt a megfelelő mappába, és utána azonnal el is indította az egész webes felületét az alkalmazásnak.
nem jutott eszembe a neve, tehát a Stablesform-nak elsőre, hát nem mondom, hogy a legszebb UI, amit valaha láttam. Eléggé furcsán néz ki az egész. Ezekkel a nyílakkal itt ugye be lehet csukni ezeket a blokkokat. Arrébb lehet egy kicsit húzni. Jó, hát ezt vigyük lejjebb, erre nincs szükségünk. Furcsa az elosztása. Nagyon fura. Igazából, tehát nézzük meg, hogy mit látunk. A generált képünk az középen fog majd megjelenni, alatta látjuk a pozitív promptot, tehát ide kell beírnunk, hogy mit szeretnénk látni a képen. A bal felső sarokban negatív promptot tudjuk megadni, alatta ilyen alap paramétereket, hogy hány képet generáljunk, mi a seed number, tehát ugye alap esetben mindig véletlenszerű, az a mínusz egy, de hogyha szeretnénk előállítani ugyanazt a képet, amit már egyszer megcsináltunk, akkor ugye ugyanazt a seed number-t kell használnunk, mint annál használtuk. A steps, ugye a lépés, hogy a hány lépésből legyen a képgenerálás, ugye minél magasabbra emeljük, annál jobb a minőség, bár egy idő után már nem hat a képre. Tehát mondjuk vannak olyan sampling metódok, ugye az Euler A például, ami már 20 lépéssel is nagyon jó képet generál, viszont vannak olyanok, aminél el kell vinni akár 40-ig, és akkor lesz szép a képünk. Mondjuk ilyen 50-60 fölé már nem érdemes vinni, egy azért, mert nagyon lassú lesz a képgenerálás, kettő, meg nem fogsz érdemi változást látni a képen. Mondjuk most ezt hagyjuk 30-on. A CFG scale-nek ugye az a lényege, hogy itt adod meg, hogy a képgenerálás mennyire kövesse a promptodat, tehát mennyire fontos, hogy tökéletesen követője legyen a promptnak. Általában ez a 7-es érték, tehát ez ilyen balansz, ez az általánosan használt érték, hogyha ezt magasabbra emeled, akkor sokkal jobban követi a promptodat, amit beírtál, viszont nem lesz benne annyi változatosság, annyi úgymond fantázia a képgeneráláskor, tehát valószínűleg egy idő után sokkal több hibát generál. Meg tudod adni a képnek a képarányát, ugye mert hogy alapban 512x512 pixeles az 1.5-ös modell, de egy képarányjal ezt ugye meg lehet változtatni. Azért ezeket a képarányokat lehet kiválasztani, és nem beírni bizonyos képarányokat, mert ez direkt így lett tanítva a modell, tehát ezekkel a képarányokkal. Ha egy kacifántos képarányt választunk ki, akkor nem biztos, hogy megfelelő képminőséget kapunk. Persze a custom-nál beállíthatnánk, de érdemes ezekkel dolgozni, amit alapba felajánl. Az init image-nél ki tudnánk választani egy képet, amit alapul véve tulajdonképp referenciaképnek használva, azt figyelembe veszi majd a kép generálásakor. Ugye ugyanúgy a Midjourney-ben is meg lehet adni egy ilyen referenciaképet, itt is meg lehet adni, illetve meg lehet adni azt, hogy mennyire vegye figyelembe ezt a képet. A Refiner modellnek a használata, amit itt ki lehet választani, ezt csak az SDXL-nél szoktuk. A ControlNet, azt már bemutattam nektek több videóban is, hogy mennyire szuper jó dolog ez a ControlNet. Ugye, hogy használunk egy referenciaképet, és az alapján kreálunk valami teljesen mást akár, vagy azt más színbe, más módszerekkel, tehát nagyon-nagyon sok mindenre lehet használni. Itt ennek a felülete, hát ez nem olyan átlátható, mint az Automatic Eleven-nek a ControlNet rész. Scoring, ezt itt, hát lehetne pontozásra használni a képet, és ezt elmenti a method datájába, fura. Illetve a konfiúálja lehetne még itt pár beállítás. Az Advanced Option-nél be lehetne állítani azt, hogy más vajét használunk, tehát, hogy ugye alapban minden modellbe bele van építve ez a Variational Autoencoder, ami azért szükséges, hogy jobb legyen a kép, amit megkapunk, de ezzel lehetne változtatni, ha akarnánk. Ezekkel nem kell foglalkozni, még itt van egy pár beállítás.
Ami még itt a legfontosabb, csak ilyen nagyon furán néz ki az egész, a modellnél ki tudjuk választani, hogy melyik modellt használjuk. Hogyha nem azt a modellt akarjátok használni, ami ugye alapba az installálásnál kiválasztottatok, hanem egy teljesen másik modellt, akkor a Civit AI-ról tudtok letölteni egy modellt, tehát mi számít modellnek. Azok a modellek, ezek a nagyok, aminél a checkpoint van odaírva, tehát azt mondjuk, hogy modellek, és rakjuk sorba, azt mondja, hogy a legtöbbet letöltött ezen a héten. Ezek mind lórák, ezek nem checkpointok. Nekünk rendes modell kell. Igen, a szűrőtvetlen bekapcsoltam. Checkpoint, ezek a nagy modellek. Itt van. Tehát például a RealVisXL, Realistic Stock Photo, a Juggernaut vagy Juggernaut, hogyan szeretnénk ejteni. Ez egy nagyon-nagyon jó modell. Elképesztően jó képeket lehet vele generálni, élethű képeket. Mint látjátok az arcán, nagyon szuper a kis ráncok, apró részletek az arcon, a szeplőtől kezdve. Nagyon-nagyon jó ez a modell. Ugye hogyan kell használni? Rákattintok, és itt a download-dal le tudjátok tölteni, a mentés helye pedig az a Stables Farm UI-on belül bementek a Models mappába, azon belül a Stable Diffusion mappába, és ide kell lementeni azokat a modelleket, amiket szeretnétek használni a képgeneráláshoz. Ugye mindenféleképp a SafeTensor kiterjesztésű fájlokat mentsétek le, bár a legújabbak a Civitájon már mind ezzel a kiterjesztéssel vannak. Hogyha letöltöttétek, akkor úgy fog megjelenni, hogy itt alatta a Modelsnél, kicsit feljebb húzom, hogy jobban látható legyen, a Models fűre rámentek, és a frissítéssel beolvassa újra a könyvtár tartalmát, és akkor itt már látjátok a megfelelő modellt, itt innen is ki lehet választani, nem csak innen a legördülőből. Itt van egy image historing, tehát hogy ugye meg tudjuk nézni, hogy miket generáltunk. Ugye ezeket, ha rákattintunk, akkor itt megjelenik egy kicsit nagyobb. Látjuk azt, hogy mit használtunk, milyen beállításokat, a fölé visszük az egeret. A prezettel alapbeállításokat lehetne használni. Van egy weboldal, ahol megtaláltak ilyen alap prezeteket. Mindjárt mutatom, hogy hol. Ezt is majd berakom a videó leírásába. Ez az Official SDXL Preset Pack a Stablesform UI-hoz. Itt a downloadnál letöltitek ezt a JSON fájlt, utána a Stablesform UI-t megnyitjátok, majd a Preset tabot, ott rá kell kattintani az importra. Nézzük is meg. Import presets. Itt kiválasztjuk a fájlt. Ez a bemutató 36, 35, melyikbe mentettem le. Csak meg kellene találni. Legyen ez. Bemutató 38. Itt van a prezetek. És azt mondja, hogy hoppá. Jó, importált be. És miért nem engedi? Upload preset file kiválasztása. Preset. És nem engedi importálni. Jaj, de jó. Igazából érdekes, hogy ki lehet választani egy fájlt, azzal nem működik rendesen, de ha megfogod a fájlodat, ezt a presetet, és ide beledobod ebbe a nagy beviteli mezőbe, akkor utána már be lehet importálni. Szépen be is importált ezeket a előbeállításokat. Azt mondja, hogy mondjuk szeretnénk használni ezt a fotografikus stílust. Direkt apply, megnyomom, és egyből ugye
átállít mindenféle beállításokat. Itt, hogyha kiválasztom. Igen. Aha, csak kiegészíti, ez így nem jó. Ez így nagyon nem jó. Elég furcsán működik ez is. Hogyha ugye rákattintunk ide a direct apply-ra, akkor kiegészíti a promptunkkal, a promptunkat bizonyos szövegrészekkel, ugye hogy ez egy comic art lesz például, ide előre is beírja egy comic, de hogyha többször kiválasztod, akkor viszont folyamatosan bővíti és bővíti egyre nagyobbra, belenyúlva, tehát többszörösen megismételve minden részt, amit itt beállítgat. Hát nem mondom, hogy tökéletes. Tehát nem a legjobb, ahogy ez működik. Ugye a modelleknél itt látjuk azt, hogy mi a neve a modellnek, meg hogy mi a felbontás, amin ugye tréningelve lett, ugye 512x512-es, tehát ugye ez egy 1.5-ön alapuló modell, a Realistic Vision. Itt a VAE-nél, tehát legyen vaj, csak ejtsük így egyszerűen, szóval ennél le tudnátok cserélni ezt a, ami segít, hogy a képünk egy kicsit jobb legyen, de mindegyikbe van beépítve, általában nem szoktunk soha másikat használni, csak a külön kéri a modellnek a készítője, de ezt úgyis a CVTI-os lapján írja. A lorák azok olyan modellek, amik jóval kisebb méretűek, mint a checkpointok, tehát a checkpoint általában az ilyen 2 és 6 GB között van, a LoRa az pedig mondjuk ilyen 30-40 MB és fél GB közötti. Ezek általában arra jók a LoRák, hogy könnyebb betanítani őket, sokkal kevesebb időt vesz igénybe, pár kép alapján is már egész jó eredményt kapunk, és ez arra jó, hogyha egy konkrét bizonyos objektumot vagy szemét szeretnénk generálni, akkor ezeket lorákat tanítunk be, illetve ha egy bizonyos stílust szeretnénk előállítani. Az embedding, az a textual embedding, ez még kisebb, ez akár ilyen 20 kilobájtos is lehet. Ezzel nagyon jó stílusokat lehet használni, tehát hogyha egy bizonyos festőnek a stílusát szeretnénk mondjuk leutánozni, akkor ilyen embeddingeket tudunk használni. Ugye ControlNet modellek, illetve azok is itt vannak. Mit tudunk még itt állítani? Ugye itt a generálás gombunk, nézzünk meg akkor egy konkrét példát, hogy mit generál. Mondjuk legyen ez. Jó, ezt kitöröljük. Egy utca, ahol neonfények vannak, köd, volumetric lighting és egy közeli portréfotó egy fiatal lányról, aki egy sötét ruhában áll. Oké. A negatív prompt az itt jó volt, bár itt már teleírta mindennel. Mondjuk mennyit itt meddig töröljük vissza. Ez még itt maradhat. Mondjuk ennyit visszatörlünk, ezekre nincs szükség, fekvőképet generálunk, tehát 3:2 a képarány generálás. Ahogy néztem, nem nagyon eszi a memóriát, tehát 4,6 GB-on van most a memóriafogyasztása a videókártyának, ami alacsonynak mondható mindenféle trükkös beállítások nélkül. Nem úgy, mint az Automatic 11-11-nél, ahol nagyon fontosak a alapparaméterek, amivel elindítjuk a képgenerálást. Ugye ez most a Realistic Vision-nek készült, egész jó eredményt kaptunk, ugye azért ennyire darabos, mert kicsi a felbontása a képnek. Nem, a mellé kattintással nem zárja be, ugye ezt képet kell nyomni. Ha megnézzük a modellt, hogy a sima 1.5-ös modell, amivel ugye mindennek a kiindulási alapja, amikor tanítasz te is egy modellt, akkor meglátjátok, hogy mennyivel rosszabb képet fog generálni. Tehát ugye ez volt a kezdete, ami megjelent, és ezt finom hangolták és tuningolták az emberek azért, hogy olyan képet kapjuk, mint amit az előbb láttatok. Tehát ez egy ilyen lényegében eléggé használhatatlan. És
ez lett most már ugye a végletekig kiegészítve, tuningolva, tanítva azzal, hogy annyira szuper képet kaptunk, mint amit az előbb láttatok. Hát ugye ez azért mennyivel jobb, mint az a furcsa fejű, ilyen torz arcú valaki, akit oda generált nekünk. Mit tudunk még itt használni? Itt miután a képet legenerálta, tudjuk értékelni, itt az Image History-ba meg tudjuk nézni, illetve fel tudjuk skálázni, hogy nagyobb méretű legyen. Rá is nyomok, hogy felskálázás. Az, hogy éppen miket csinál, azt itt lehet látni ugyanúgy a parancsori ablakban, mint az Automatic 11-11-nél. Bár valami jó progress bar nem ártott volna, amit lehet látni, hogy most akkor mi történik és mi nem. Aha, hát most lefutott. Igen, hát felskálázta, de nem mondom, hogy szuper jó lett. Ha megnézitek ugye azt a videót, amit tegnap került fel a YouTube csatornára, mármint hogy 6-án, akkor abban meg tudjátok nézni, hogy hogyan lehet igazán nagy felbontású képet generálni a Stable Diffusion-nel. Mit tudunk még itt állítani? Valahol itt volt a usernél be tudunk állítani mindenféle beállításokat, hogyan nézzen ki a kimenetünk, tehát ugye, hogy hogyan mentse el a képet, milyen formátumban mentse el. Ez például egy nagyon jó beállítás, a Save Text File metadata, az azt jelenti, hogy mellé ment egy szöveges fájlt, egy TXT-t, amiben leírja, hogy milyen beállításokat használtunk a képgenerálása során. Fú, mekkora szép gomb lett itt alul. Csodálatos. Most generáljuk le a képet. Kár, hogy itt nem tudom sehol nem látni azt, hogy most így hol tart. Minden esetre azt tudnotok kell, hogyha a generálás során egy ilyen előnézeti preview képeket nézegettek, akkor sokkal lassabb a képgenerálás, tehát ha lehet, akkor mindenféleképp ki kell kapcsolni. Az Automatic 11-11-ben ugye van ilyen funkció a beállításokban, hogy a preview teljesen ki tudod kapcsolni, és nagyon felgyorsul a képgenerálás tőle. Keressük meg, hogy hova mentette el ezt. Tehát ugye a StablesForm, UI, Output, Local, Row, a nap, és itt látjátok, hogy létrehozta ezt a TXT-t a képhez. Tehát, hogyha megnyitjuk, akkor ott van benne minden beállítás, amit használtunk. Tehát ezeket szépen beleírta. Ami még itt fontos beállítás, a szervernél tudjuk ugye átállítani, hogyha nem a Confi UI-t szeretnénk ugye szervernek használni, ami kiszolgálja ezt a webes UI-t, akkor meg tudunk adni API kulcsot, tehát ugye például a Stability API kulcsát, vagy akár azt is meg lehetne, hogy az Automatic 11-11-t feltesszük a gépünkre, azt elérni egy ilyen API-n keresztül, és az, ami kiszolgálja a StablesFormot. Ami még itt fontos lehet, van egy fülünk, a Confi Workflow Editor. Itt például meg lehetne tervezni egy csomópont alapú szerkesztőben, ami ugye tulajdonképpen hát a Confi UI, hisz az adja a backendjét most jelenleg a StablesFormunknak, hogy hogyan generálódjon a kép. De szerintem ezt most inkább kihagynám, mert majd úgyis feltelepítjük a Confi UI-t egy másik videóban, és átvesszük, hogy mikre képes és miket tud, hogyan lehet vele nagyon jó képeket generálni. Ennyi lett volna a StablesForm UI. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ez nekem még nagyon alfa. Tehát ez még a fókusz is jobb volt, amit ugye már bemutattam a YouTube csatornán, aminek az volt a lényeg, hogy arra fókuszált csak, hogy képet generáljunk, minimál beállítási lehetőségekkel. Még az is jobban nézett ki, mint ez a felület. Ez nagyon szét van esve az egész. Használható valamilyen szinten, de elég furcsa koncepció az, amit használtak, hogy mi hol van rajta.
Igen, még valamit szerettem volna megmutatni. Ugye említettem, hogy ezeket a text-to-image modelleket bizonyos felbontású képeken tanítják. Tehát az 1.5-ös alapú modelleket az 512x512-eseken tanították, ezért van az, hogy nem lehet végtelen nagyságú felbontású képet alapesetben legenerálni, mert különben szét fog esni teljesen. Ha megnézitek, én itt most kiválasztottam a customot, mint képarányt, és itt beállítottam a képnek a felbontását, hogy 1024x1024, legeneráltam ugyanezt a lányt, aki ugye az utcán áll a ködben a neonfények között, és mint látjátok, 1024x1024-es képnél inkább egy madárijesztőt kaptunk, mint egy emberi alakot, tehát ezért van az, hogy nem lehet nagyon nagy felbontást generálni alapesetben, mert szét fog esni. Vannak trükkök rá, amivel meg lehet oldani, de az sem a legtökéletesebb. Úgyhogy most ha visszaveszem 768x768-ra, akkor az még lehet, hogy belefér, mert az 1.5-ös modellek közül sok már úgy van finom hangolva, hogy nem csak az 512x512-es felbontású képet tud generálni, hanem 768x768-at is. Nézzük meg azt, hogy a Realistic Vision-nel generáljuk. 768x768-at. Valami százalékos kijelző jó lenne, hogy hol tart. Ezt látom, hogy ez most piros, mert hogy éppen generál, de sok támpontot nem ad, hogy hol tart a generálásba. Kész is. És mint látjátok, ugye 768x768-as felbontás, tehát jóval nagyobb, mint az 512x512, és elég jó képet kaptunk a Realistic Vision modellel. Tehát itt lehet egy kicsit nagyobb felbontást is használni a képgeneráláskor. Ennyi lett volna most a Stable Swarm UI. Mint látjátok, nagyon gyerekcipőben van még. Érdemes rá azért odafigyelni, hisz a Stability AI fejleszti, aki a Stable Diffusion modellekért is felelős. Lehet, hogy ki fognak belőle valami sokkal jobbat hozni. Reménykedjünk benne, hogy nem ez lesz majd a végleges kiadott változat, hanem még tuningolnak rajta a számunkra, hogy sokkal jobban lehessen használni. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, ha szeretnétek értesítéseket kapni. A héten valószínűleg még több videó fog jönni, mindenféle finomságokkal lesz majd Confi UI bemutató reményeim szerint. Hogyha nagyon sok időm van, akkor végre eljutok oda, hogy egy elég hosszú videóba meg tudom mutatni, hogy hogyan tudtok saját magatok egy modellt betanítani és elkészíteni. Mik kellenek hozzá, hogyan kell az adatokat hozzá beszerezni, a datasettet, illetve milyen beállításokat kell használni, hogy minél jobb végeredményt kapjatok. Illetve még tippek, trükkök is lesznek mindenféle ilyen nagyon vicces képek generálásához, vagy nagyon látványoshoz, hogy hogyan lehet azokat létrehozni. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!